A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország. Két ITMS projektetben veszek részt, ami a Balaton klímaváltozással kapcsolatos problémáival reflektál. Az egyik a Balaton vízminőségével foglalkozik, a másik a Balaton klímaadaptációs képességével, és ott egy lehetséges kimeneti pont a bóján való állás. Úgy jutottunk el a bóján állás problémájához, hogy megvizsgáljuk, hogy ennek milyen szerepe lehetne a Balaton életébe, hogy a Balaton vízminősége és a parti ökoszisztéma szempontjából egy nagyon jó alternatívát láttunk benne először, és ebből kiindulva azt gondoljuk, hogy ez egy jó megoldás. Lehet. Alapjában mi a Balaton tekintetében egy hosszú távú ívet vizsgáltunk meg, hogy körülbelül az 1800-as évek kezdődően, hogy honnan indult a Balaton, hova tart, és milyen lehetőségek vannak benne. És azt láttuk, ugye régen sokan álltak bóján, és azt vettük észre, hogy ezt kihalt valahogy a köztudatba, vagy elhalványult, és a kikötőépítési láz viszont egy nyomást tesz a Balaton ökoszisztémájára, és erre próbáltunk valamilyen megoldást találni, hogy hogyan lehetne ezt a nyomást csökkenteni. Természetesen mindennek a mértéke a fontos, tehát hogyha azt vennénk mondjuk a hajógyári öbölbe, oda raknánk 500 hajót bójára, nem biztos, hogy kedvező lenne a hatása. Tehát mindig a mértéket kell megvizsgálni, és ugye a helyszínt. A bójának van egy olyan lehetősége is, hogy aki nem tudja megengedni magának, hogy 1 millió forintot fizessen egy kikötői díjra, az is tudjon hajózni. Ezeket mind szükséges megvizsgálni, de alapvetően azt gondoljuk, hogy egy bóján álló hajónak sokkal kisebb az ökológiai lábnyoma, mint egy kikötőbe álló hajónak. Mondjuk, ha valaki Siófokon vagy Füreden természetközeli parti élményt szeretne élni, akkor ésszerű időn belül el tudjon jutni a Balaton olyan szakaszához, területéhez, ahol természetközeli Balatonparttal találkozik, és ebben is a bóján álló hajók legalább nem épülnek miattuk új kikötők, és ez egy lehetőség arra, hogy ezt a koncepciót hosszú távon ki tudjuk fejteni. Hogy ez alapja lehet a körforgásos gazdaságnak, tehát hogyha mondjuk vesszük Fürettől a Batacsonyig lévő területet, ahol nem igen van kikötő, és mondjuk vegyük azt, hogy minden másik településen kialakul egy bóján álló közösség, akik esetleg szolgáltatásokat vesznek igénybe. Tehát, hogy ez egy lehetőség egy gazdasági aktivitásra is. Legújabb számításaink szerint kicsit jobb a forgatókönyv, mint a korábbi számítások alapján. A korábbi számítások alapján úgy néz ki, hogy a 2030 körül várható egy olyan regime shiftnek hívjuk, hogy a Balatonnak a mostan tartott 120 cm-es átlagos éves vízszintjét nem fogja tudni a vízügy tartani, mivel nem lesz elég víz. Ez a jövőbe való tekintés, az mindenképpen fel kell erre készülni. És azt gondoljuk, hogy a bóján állás erre egy nagyon jó lehetőség. Egyrészt magát a bóját arrébb lehet vinni, ha kisebb a vízszint. A másik, ugye a kikötőknél sok elszoktunk a változó vízszinttel. Ugye régebben sokkal nagyobb vízjátéka volt a Balatonnak, és az emberek fölléptek vagy leléptek a hajójukra. Most ettől elszoktunk, és ha már 20 centivel kisebb a Balaton vízszintje, ami teljesen természetes, akkor már problémákat okoz az, hogy menjünk le a hajóra, vagy éppen 120-130 cm van a Balaton, akkor hogy mászunk föl a hajóra. A tájkép jövőképében két alternatívát érdemes szerintem megvizsgálni. Az egyik az, hogy több kikötő épül, és az, hogy fog kinézni, illetve az, hogy a part előtt hajók állnak bóján. Erről is lehet vitatkozni, hogy melyik kellemesebb. Én a személyesen nemzetközi élményeim alapján, meg a Balatonon, ahol látjuk egy-két hajót,
aki bójánál, sokkal kellemesebb látvány az, hogy elszórtan ott áll 10 hajó, és akkor azt tudjuk figyelni, hogy most így áll, úgy áll, mozognak, mint hogy egy csúnya beton akármit látunk, ami a kikötő, és így állnak az árbócok. Én azt gondolom, hogy szebb, kellemesebb látvány, és a Balaton múltjához jobban igazodó látvány a bójánálok. De egy olyan jelenséget lehet észrevenni a Balatonon az elmúlt, mondjuk azt, hogy az elmúlt 10 évben, hogy a hajóméretek egyre nőnek. Mind hosszban, mind szélességben, mind mély járásban. Ha figyelembe veszük azt, hogy a Balaton milyen klímaadaptációs veszélyeket hordoz magában, azt gondoljuk, hogy a hajóméretek növekedése főleg a merülés tekintetében nagyon veszélyes. Hogyha 20 centis folyamatos vízállások lesznek, ezek a hajók nem fognak tudni kijönni a kikötőbe. Ugye a Balaton nyílt vízén már kellő vízmélység lesz alattuk, csak ezt a kikötőkből nem fognak tudni kijönni, ami folyamatos kotrás, fenntartási munkákat igényelnek. A másik kérdés az, hogy egy egyre nagyobb a hajó, egyre szélesebb a hajó, egyre több kikötő kell. Tehát hogy ez is egy rossz irányba menő nyomás a Balatonon, hogy ugye egyre több kikötőt kell építenünk, mert 3-4 méter szélesek hajók, míg egy cirkáló a 2 métert nem éri el. Tehát két hajó helyén áll most egy hajó. Tehát ilyen szempontból is érdemes lenne a szabályozást valahogy átgondolni, hogy térjünk vissza a kisebb hajók felé, mert az ökológiai nyomást csökkenteni a tavon. A hajóméretek hatósági szabályozását teljes mértékben el tudnám képzelni. Ugye vegyük azt Svájcot, ahol megvan adva, hogy egy tavon hány hajó lehet. És ha valaki akkor hozhatja a hajóját, ha egyet elvisz. Lehet ebbe az irányba is elvonzulni, vagy abba az irányba, hogy bizonyos méret fölött extra adókat vetünk ki. Aki szeretne nagy hajót, azt vizsgálja meg ennek az ökológiai kárát. Alkalmazkodni képes partkialakítás az a kulcsa a Balaton jövőjének. Mind aki kikötőt fejleszt, mind aki bójára állt. A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország.